Itthon együtt közösen sikeres volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat identitás megőrző program sorozata. Már veszik a fenyőket, az árakat idén is a fa magassága és annak fajtája határozza meg az árusító helyeken. A kocka el van vetve, új együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO. Több tízezer embert sikerült megmozgatni az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben identitás megőrző pályázat programjaival. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről beszélt Cseszták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a Vármegyeházán rendezett zárókonferencián. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat több mint 800 millió forintból valósította meg a programokat, többek között egynapos fesztiválok, konferenciák és televíziós műsorok népszerűsítették a régió történelmi és kulturális örökségeit. Ahogy a mondás tartja, szinte megállt a fakanál benne, olyan sűrű volt ez a panyolán főtt babgulyás. Itt tavaly augusztusban rendezték meg az érték találkozót, de számos más település is otthont adott az eseménynek. Az egynapos fesztiválokat az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben elnevezésű identitás megőrző pályázat keretében rendezték meg. A Vármegyei Önkormányzat a terület és településfejlesztési programban elnyert több mint 800 millió forintos támogatásból hozott létre olyan programokat, konferenciákat, közösségi tevékenységeket, amelyek erősítik a szülőföldhöz való ragaszkodást, valamint a helyi történelmi és kulturális értékeket. A projekt záró rendezvényén Cseszták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke azt mondta, a több éves program beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Sokakat meg tudtunk szólítani, több tízezer embert, és olyan gasztrokulturális élményekkel, a legkülönbözőbb kulturális értékekkel gazdagítottuk a helyi közösségek életét, amelyek azt gondolom szolgálták azt a célt, amely a helyi identitás megerősítését jelentette. Nem csak magyarok vagyunk, hanem szabolcsiak, szatmáriak és beregiek is vagyunk. Egy fontos megtartó erő, azt gondolom, hogy az emberek itt tartásában, a vármegyében tartásában is hozzájárult ehhez, és hát ilyen értelemben talán még a gazdasági fejlődéshez is. Tehát nem túlzás azt mondani, hogyha ennek gazdasági hatása is lesznek, hiszen a munkaerő hiány is egyre inkább jellemző a vármegyében. Tehát, hogyha erről az oldalról közelítjük meg, akkor ez egy gazdaság élénkítő, szószoros értelmében gazdaság érintő program is volt. A záró konferencián részt vett Szent Mártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is. A politikus szerint manapság hatalmas szükség van arra, hogy hagyományainkat ápoljuk és újraértelmezzük. Rendkívül fontos mindnyájunk számára, azt hiszem, főleg ebben a világban, amely kezd egy kicsit darabjaira széthullani, rendkívül fontos a helyi közösségek megerősítése, a hagyományainknak a megőrzése, tovább örökítése, és a hagyományainknak a megújítása is, és az újabb generációk megszólítása, hogy legyen kiknek majd továbbadni az örökségünket. Ezek olyan feladatok és olyan kötelességek, amelyeket egyrészt jó szívvel és áldozatos munkával végeznünk kell. Az identitás megőrző pályázat keretében a Kölcsei Televízió jóvoltából televíziós műsorok is készültek. A Csillagjáró című talk show-ban például a vármegyéből elszármazott hírességekkel beszélgetett Bocskai Magda és Négyesi Péter. A falusi turizmusban pedig egy játékos, sportos, ügyességi vetélkedőben mérték össze tudásukat különböző vármegyei települések közösségei. A szerda reggeli gyalogos gázolás után szerda este is elütöttek egy gyalogos Nyíregyházán, 18 óra körül az országzászló téren egy zebrán áthaladó férfit ütött el egy kanyarodó gépkocsi. A sérültet a mentők helyszíni ellátás után kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Idén is beszerezhető a család karácsonyfája a nyíregyházi búzatéri piacon, az árakat most is a fa magassága és annak fajtája határozza meg, illetve ár szempontjából befolyásoló tényező az is, hogy szeretnénk-e, hogy a földlabdával vásárolt fenyő később a kertünket is díszítse. Nem hullik le a levele, rajta szárad el a levele, tehát nem fog leesni, nem kell annyit porszívózni. Igazából nem is olyan terebélyes, mint a hagyományos lucfenyő, tehát az ágai erősebbek, tehát sokkal jobb díszíteni, mert a dísz nem húzza le teljesen az ágát.
A formája sokkal szebb, nyilván az ára is ezért drágább egy picit. A szakember szerint a Nordman fenyő az abszolút családbarát választás. Abban az esetben viszont, ha valaki a régi idők karácsonyait igyekszik visszaidézni, az inkább a luc fenyőt keresi. A fenyők árát az is befolyásolja, hogy minden elültetett 10 fából csak 6 lesz alkalmas az értékesítésre. Az eladó azt mondta, idén nem emelkedtek az árak. Árakat nem emeltünk, tehát maradtak a tavalyi árak. A Norman fenyőnek 10 000 forint méterre, a luc fenyőnek 5 000 forint méterre. Igazából, hogy melyik fenyő megy, ez attól függ. Ugye a kisgyerekesek jobban szeretik a Norman fenyőt, mert ugye az nem szúr. Valaki a nagyobb fenyőt veszi, ugye főleg ahol van hely. A kisebb fenyőket, idősebbek, a hagyományos luc fenyőket főleg. Természetesen idén is megtalálhatóak a standokon a földlabdás és cserepes fenyők is, amik az ünnepek elteltével kiültethetővé válnak, ilyen módon is megőrizve az elmúlt karácsonyok emlékét. Fontos, hogy ezeket a fenyőket ne tartsuk sokáig a meleg szobában. Töves fenyőt azt érdemes úgy bevinni, hogy csak egy pár napra, tehát ne legyen túl sokat bent a melegen, hogy ő is megsínli a meleget, hiszen kintről a hidegből beviszik a melegbe, aztán rögtön, hogyha kirakjuk a hidegbe, az nem tesz jót neki. Fokozatosan kell kirakni, tehát vagy az erkélyre, vagy egy garázsba egy-két napra, és utána kirakni, hogy ne kapjon ilyen hősokkot. Arra kell figyelni, hogy locsolgatni kell eleinte sokat. Nyilván igyekszünk minél nagyobb tővel kiszedni, de ugye ez a földminőségtől is függ, a bogaraktól, pajor, ilyesmi, tehát bármi megtámadhatja. Viszont, hogyha odafigyelünk rá és locsolgatjuk, akkor nem lesz vele probléma. A családok karácsonykor összegyűlnek, fiatalabb generációk látják vendégül az idősebbeket, vagy épp fordítva. Újhelyi János gyermekgyógyász is nagyobb családi körben tölti el az ünnepet, mégis fontosnak érzi, hogy karácsonyfát állítson saját otthonában. Őszintén szólva most én elutazom majd a lányaimhoz Budapest mellé, de hát számomra is karácsony a karácsony, ezért a szokásoktól eltérően egy kisebb fenyőt szeretnék venni a szobába, de természetesen természeti, tehát egy ilyen keresztes fenyőre gondoltam, egy kis nagyobb kis asszalkára ráteszek, és akkor szépen földíszítjük, mert nekem nagyon kellemes az illata, és egyáltalán az a millió, az a feeling, ami ezt körül övezi, úgyhogy most ezt nézzük meg, mert nagyon nincsen idő, ilyenkor nagyon sok munka van, sajnos, mint betegellátásban, és akkor most időben meg akarom venni. Most azért jöttünk, meg is fogjuk mindjárt. A vágott fenyők méterára fajtától függően 5 és 10 ezer forint között van. Új együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO. A felek arról egyeztek meg, hogy a vállalat világszerte népszerű robotika versenyének a kampusz ad majd otthont a régióban. A megmérettetésre 9 és 16 év közötti tanulók jelentkeztek. A komplex ismereteket igénylő versenyt a tervek szerint 2024. február 3-án rendezik meg Nyíregyházán. A feladat nagyon összetett, egy pontból indulva végre kell hajtani az összes kihívást. Saját készítésű robotokkal kell majd ezen a speciális asztalon végrehajtani a feladatokat azoknak, akik jelentkeztek a First LEGO League című megmérettetésre. A világszerte népszerű robotika versenysorozatot most először Nyíregyházán is megrendezik. A LEGO és a Nyíregyházi Egyetem erről írt alá megállapodást a kampuszon. A két fél közötti együttműködés 2016-ban kezdődött. Az egyetem testébe beágyazva működik egy LEGO oktatási stúdió, és minden pedagógia szakos hallgató megismerkedik azokkal a képességfejlesztési módszerekkel, ahol a máshogy csak szlogen szinten jelentkező élmény alapú tanulás hétköznapi gyakorlattá tud válni. Ehhez nagyon fontos a LEGO-nak a támogatása, a különböző természettudományos, közoktatási témákra épülő játékos ismerete sajátítása és képességfejlesztési eszközök garmadáját biztosítja számunkra a LEGO, és ezzel megismerkednek a mi pedagógus hallgatóink és felnőtt képzés keretében a pedagógus továbbképzés világába is a Nyíregyházi Egyetem ezt át tudta ültetni. Ez a First LEGO League egy új dimenzió.
A First Lego League versenyt a 9 és 16 év közötti korosztály számára írták ki. A világszintű megmérettetés regionális fordulóit 2021-től rendezik meg hazánk több nagyvárosában. A mostani együttműködéssel Nyíregyháza is felkerült a globális versenytérképre. A verseny legfontosabb célja, hogy fejlessze a játszva tanulás képességét, és ezáltal a jövő építőit. A LEGO csoport egyik jelmondata is ez. Éppen ezért a diákokkal való kapcsolat nagyon közvetlen. Hiszünk abban, hogy játékos tanulás révén inspirálni, fejleszteni tudjuk a jövő építőit. A jelentkezők a tervezéshez, a kutatáshoz és a programozáshoz is kapnak segítséget. Fontos, hogy a versenyen nem csak a robotikai teljesítményt, hanem a diákok kommunikációs készségeit és a csapatmunkát is pontozzák. A pálya témája minden évben más. Most a természettudományok művészetben betöltött szerepe áll a középpontban. Tehát maga az építés, a pálya felépítése az akár egy nap alatt is megvan, de az, hogy egy robotot készítsünk, az 6 hónap, és az, hogy ez a robot azon az egy ponton működjön, az egy nagyon nagy kihívás. Ugye itt, ha már csak arra gondolok, hogyha fényszenzort használnak a gyerekek, akkor az ő beállításuk, a náluk lévő teljesen más, mint a verseny asztalnál lévő, minden helyiségnek más a fényviszonya, ezért ezeknek a módosítása, a precíziós beállítása rettentően nagy feladat, és ahogy ezt a mostani pályát is látjuk, ez egy nagyon-nagyon bonyolult pálya, de a világon rengeteg csapat van, aki ezt végrehajtja és megcsinálja maximális pontszámmal is. A játékgyár a versenyasztalok és egyéb eszközök beszerzésével továbbá a rendezvény lebonyolításában segíti majd az egyetemet. A nevezők már gőzerővel készülnek, hiszen a kiírás augusztusban jelent meg. Az első régiós fordulót a tervek szerint 2024. február 3-án rendezik meg a Nyíregyházi Egyetemen. A szervezők 12 csapatra számítanak. Pénteken ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak, ami a benzin esetében bruttó 6 forintos csökkenést jelent, míg a gázolaj ára várhatóan bruttó 5 forinttal lesz kevesebb. Így az átlagárak december közepén az alábbiak szerint alakulnak. A 95-ös benzin literje 558 forintba, a gázolaj literje pedig 583 forintba kerül. A 2023-as év utolsó premierje lesz pénteken a Móricz Zsigmond Színházban. Sam Holcroft Családi játszmák című komédiáját láthatja a közönség a Bárány Frigyes stúdióban. Az előadás rendezője Rák Zoltán. Rábízhatom azt is? Hogy ne, persze, boldogan. Ó, Sina, mit műveltél vele? Életében nem volt ilyen készséges. Még mindig szoktam segíteni. Jaj, de jó, kófa, ez mit oda? Karácsony? Uh-huh. Gyújtosnak éppen jó lesz. Na, lássuk, mi van még, apa? Féletkor hozzá, ha beteg szállítók. És hogy van, apu? Szűz anyám! Mi az? A puding. Elfelejtettem a karácsonyi pudingot. Hál' Istennek, úgyis utálod untorító egy étel. Már előkészítettem. Csak elfelejtettem kigőzölni. Kénytelenek leszünk mikróba tenni, na! A gyújtós! Na, alig egy órát, és nektek a tennivaló, vigyek a fegyézetre! Sam Holcroft intellektuális komédiája 2015-ben a londoni Nemzeti Színház nagy sikere volt. Alaphelyzete egyszerű. Családi ünnepre gyűlik össze a família, hazaérkezik a két fiútestvér a szülőkhöz, és hozza magával a családját. Ahogy ez általában lenni szokott, frusztráció, rokonszenv és ellenszenv kerül a felszínre, amikor a különböző életformák és gondolkodásmódok egy asztalhoz ülnek. A szerző a játékos forma alatt mély emberismerettel és sok megértéssel fordul a szereplők felé. A nézőtéren azért nevetünk egy család ünneplési vágyán, mert mi is szeretnénk szeretni egymást, de mi sem szeretnénk sebeket adni és kapni karácsonykor. Szerintem van benne egyfajta tanító célzat ebben az előadásban, vagy egyfajta olyan értelemben elgondolkodott az emberek életén, hogy egyrészt van lehetőség a változtatásra, de mégis sokszor ezzel az emberek nem élnek, és azért is nagyon örülök, hogy ezt az előadást diákok is fogják látni, tehát fog menni középiskolai bérletben. Az alatt nem szabad, de középiskolai bérletben fog menni, és szerintem, hogy én be is ültettem a diákjaimat, nagyon-nagyon láttam rajtuk, hogy fontos ez nekik, fontos, hogy ilyen témával is foglalkozzanak. A Családi játszmák dramaturgiája nagyon különleges.
Sam Holcroft, a szerző, az előadás alatt a nézők számára is követhetően kivetítve ad újabb és újabb feladatokat a színészeknek, akiknek a szerepük eljátszása mellett még ezeket a feladványokat is bírniuk kell lélek jelenléttel. Annyit elárulok, hogy bizony feladatokat fognak kapni, amit teljesítenünk kell az előadás folyamán, és ez gyarapszik. Tehát fejenként mindenki kap majd először egy, aztán azt az egy feladatot kell egy kicsit nehezíteni, aztán az egy feladatot nehezíteni és nehezíteni. Tehát így fog felépülni a rendszer a játékszabálynak. A rendező Rák Zoltán játszik is az előadásban. A komédia szerepeit Horváth Margit, Kosik Anita, Tari Patrícia, Tóth Károly és Tar Dániel, valamint Kazinci Laura és Kocsis Vivien alakítják. A bemutató december 15-én lesz a Bárány Frigyes stúdióban. Hazai pályán szenvedett vereséget a Békés Csabától a Fátum Nyíregyháza. A Pampuk Csaba másodedző által irányított együttes az első játszmát megnyerte, a következő három azonban a Békés Csabáé lett, amely így 3-1-es győzelemmel távozott a Continental Arénából. A Nyíregyháza a jövő héten jelenti be az új vezetőedzőt. Hazai győzelemmel zárult a 28. Móricz Kupa nemzetközi lájröplabda torna. Moravszki Gyuláni együttese mögött a Vasas piros csapata végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig az UTE szerezte meg. A Móricz a jövő héten a szlovákiai Prešovban vesz részt egy tornán. 9, közte 3 külföldi csapat részvételével rendezték meg a 28. Móricz Kupa U15-ös lájröplabda tornát. A résztvevőket 3-3 csapatos csoportba osztották a szervezők, az előcsatározásuk után pedig 3-as döntőben dőlt el az érmek sorsa. A csoportmérkőzésen az MTK és az Jaszló csapatával kellett megküzdenünk. Ezáltal a lebonyolítási rendünk olyan volt, hogy a csoport első kiemeltek lettek, és a csoport második-harmadik helyezettek keresztjátékot játszottak, a győztesek a negyeddöntőbe, a vesztesek az alsóházban kerültek, nekünk a Vasaskék csapata jutott, ott is sikeresen vettük az akadályokat, 2-0-ra nyertünk, majd kialakult a 3-as döntő, a Vasas Piros, az UTE és a Móricz Sportcentrum csapata között, és így vasárnap mindkét csapattal meg kellett küzdenünk. Azt mondom, hogy nagyon összeszedett, fegyelmezett jó játékkal tudtuk megnyerni a Móricz kupát. Nagyon jó érzés volt látni a lányokon, hogy szinte minden pillanatát élvezték, örültek a mérkőzés során, és majdnem hogy hibátlanul játszottak. A nyíregyháziak a Vasas Piros és az UTE ellen is 2-0-ra győztek. A házigazda mögött a Vasas Piros végzett a második helyen, megelőzve az újpestieket. A tornán több korosztályos válogatott játékos is pályára lépett. Magas színvonalú mérkőzéseket játszottunk, hiszen válogatott játékosokkal volt teletűzdelve. Minden csapatból érkeztek az UTE-ből, a Szabados Emla válogatott feladó, aztán a Vasas válogatott kerettagja, nekünk is vannak válogatottjaink benne, a Kalló Olivia Súlyok Csenge, és nem utolsó sorban kiemelt Néma, Pampuk Grétát. A Gréta és az Anna teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szépen teljesítettünk. A Móricz igazgatója mind a szervezéssel, mind az eredménnyel elégedett volt a tornát követően. Egy nagyon eredményes hétvégét tudhatunk magunk mögött. Sikeresen bonyolítottuk le a 28. Móricz nemzetközi lány röplabda tornát. Mindenki oda tette magát, az itt dolgozók, a sportban szerepet játszó edzők, a támogatóink, a szülők. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredményes két napot tudhatunk magunk mögött. A Móricz csapata a jövő héten a szlovákiai Prešovba utazik, ahol az 57. polgármester kupán lép pályára. Jövőre pedig az országos gyermekbajnokságban és a diákolimpián is a legfényesebb éremért küzdenek majd Moravszki Gyuláni tanítványai. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Végéhez ért a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat identitás megőrző programja. Az elmúlt években különböző programok, konferenciák, kiadványok, valamint televíziós műsorok erősítették és népszerűsítették a vármegye történelmi, kulturális vagy gasztrokulturális örökségeit. A projekt több mint 800 millió forintból valósult meg. Közeleg a karácsony, így már vásárolják a fenyőfákat azok, akik ragaszkodnak a hagyományos karácsonyfához az ünnepek alatt. Az árakat idén is a fa magassága és annak fajtája határozza meg. Az ár szempontjából befolyásoló tényező az is, hogy szeretnénk-e, hogy a földlabdával vásárolt fenyő később a kertünket is díszítse. Új együttműködésbe kezdett a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO helyi leányvállalata. A megállapodás arról szól, hogy a cég világszerte népszerű robotika versenyének a jövőben már a kampusz is otthont ad. Az egyetemen a regionális fordulót rendezik majd meg, a tervek szerint jövő februárban. A csapatok már augusztustól készülnek, fél év alatt robotot kell építeniük és programozniuk úgy, hogy a megadott akadálypályát teljesíteni tudják. December 14-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra. Pénteken felhő átvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, de főleg a Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén továbbra is maradhatnak felhős tájak, arrafelé néhol előfordulhat zápor, havas eső, hózápor. A csúcshőmérséklet 3 és 5 fok között alakul.